estét kívánok, Európa! Kellemes délutánt Amerika és Kanada, és jó reggelt, Ausztrália! Teljesen meg vagyok attól hatva, hogy ennyi országból ilyen sok zászló, ilyen sok szívlélek ember csatlakozik. És ami a leginkább megérint engem az az, hogy függetlenül attól, hogy milyen színű zászló van a nevünk mellett, hogy éppen Izraelről hallgatjuk, vagy Nagyváradról, vagy Budapest bármelyik részéről, akár Németországból, akár Amerikából, akár Felvidékről. Mindannyiunknak közös érdekünk és célunk az, hogy egészségesek legyünk, és egészségesek maradjunk. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy ez a keddesti webkonferencia lassan egy online találkozó helyé válik, legyünk bármilyen messze az otthonunktól, legyen az mondjuk éppen Dánia, ahol hallgatjuk ezt a webkonferenciát, vagy Spanyolország, egy láthatatlan kapocsként köt össze bennünket az egészség és a nagybetűs élet szeretete, illetve a magyar nyelv. Külön örülök annak, hogyha szórványból hallgatnak bennünket, vagy olyan honfitársunk, aki nagyon messze került az otthonától, legyen egy operenciás tenger, az a messzesség. Gondolok itt most az Amerikában, illetve Kanadában bennünket hallgatókra, vagy legyen az a közeli Ausztria bármelyik pontja, ez egy nagyon érdekes találkozóhely. Karesz, ilyen sokszínű hallgatóságot nem tudnál egy terembe leültetni, és mennyire örülök annak, hogy gyakorlatilag 600 szem között vagyunk mindjárt, és a legfontosabb az lenne, hogy szembenézzünk azokkal a problémákkal, amelyek az egészségünket, illetve az egészséges életmódot illeti. A ma esti téma skizofrén kisagyi konstelláció esetbemutatással, Hammer doktor könyvéből szól a cím, de hadd áruljak el annyi kulisszatitkot, hogy nem egy esetbemutatás lesz, hanem egyből duplázunk, és remélem, hogy mindenkinek épülésére és okulására válik. A ma esti témának a megértéséhez szükséges lenne egy kicsit mélyebben ismerni a konstellációkat, és azok számára, akik még most vannak mondjuk először fent a webkonferencián, elmondanám, hogy nem egy ördöngösség a germán gyógytudomány, de ha mélyebben szeretnének ebben a témában ismereteket szerezni, akkor nagyon jó szívvel ajánlom a Karesz Hogyan segít a germán gyógytudomány egészségesnek lenni és maradni című könyvét, amely sikertörténeteket ír le, és ami, jobban mondva, aki mögöttük van. Ez az első könyve Karesznek, a második pedig, ami szervesen kapcsolódni fog a ma esti előadás témájához, nem más, mint Pszichózisok és viselkedésváltozások a germán gyógytudomány fényében. Vagyis azokat a viselkedésváltozásokat, amelyeket eddig nem értettünk, amelyeket eddig furának gondoltunk, azokat pontosan ezzel a módszerrel tudunk a leginkább megismerni. A felgyorsult világunkban egyre kevesebb az az idő, amit egymás megértésére, egymással való mély beszélgetésre fordítunk. Néha azt látjuk, hogy bizonyos ismerősünk egy kicsit furán viselkedik, de igazából nem tudunk ennek nagyobb jelentőséget tulajdonítani, mert azt gondoljuk, hogy hát biztos mindenkinek megvan a maga problémája. Ezzel teljesen egyet is értek, viszont nem lenne szabad elfeledkeznünk arról, hogy mekkora felelősséget tartozunk embertársaink iránt, akár a társas kapcsolatainkat illetően, akár azokra a helyzetekre, amikor igazából tehetnénk valamit a társunkért. Ennek a lényege az, hogy ismerjük fel, hogyha valaki nem a megszokott módon működik, úgymond, vegyük észre, hogy ha egy kapcsolat ilyen vagy olyan jellegű zátonyra fut, és próbáljuk meg ezt a germán gyógytudomány fényében helyrehozni. De hogy mi ez a germán gyógytudomány? Hogy nem csupán csak a betegségeket írja le, hanem még a viselkedés változást is, ez azért sokkal mélyebb ismereteket feltételez, és arra kérlek, Karesz, hogy most úgy mondd el a jelenlevő 277
embernek, mint hogyha ők soha, de soha nem hallották volna a gerbenyőtudományt. Mondd ezt úgy el, hogy az is megértse, és az az ember, az a hallgató is megtapasztalja ennek áldásos hatását, aki talán most szembesül ezzel először. Nagyon-nagyon köszönöm a fantasztikus bevezetőt, Réka, és igencsak nagy feladat elé állít engem az, amikor viselkedésváltozásokról kell beszélnem, és az alapoktól el kéne jutni a legbonyolultabb dolgok megértéséig, de megpróbáljuk. Természetesen a beharangozott könyvekben segítenek, illetve itt látjuk Hammer doktornak az aranykönyvét, így becézzük, ez az Új medicina hagyatéka című könyv, hiszen ő először a tudományát új medicinának nevezte, csak aztán annyi új medicina és hasonló témájú dolog jelent meg, hogy átnevezte germán gyógytudománynak mindazt, amit ő felfedezette, és ezt a nevet viszont levéte. Szóval a új medicina hagyatékában a pszichózisokról teljes fejezet számol be arról, hogy a viselkedés változások mögött milyen feloldatlan konfliktusok húzódnak meg. Ugye ez képezte a gerincét annak a könyvnek, amit Réka említett, a Pszichózisok és viselkedésváltozások címmel, és ebből vettem most két olyan esettörténetet, hogy döbbenjünk rá arra, hogy amikor valakinek megváltozik a viselkedése, akkor ne ítélkezzünk, hanem pontosan a viselkedés változásból meg tudjuk fejteni, hogy milyen félelmek hozták létre, feloldatlan félelmek hozták létre ezt a változást, és ha ezt tudjuk, akkor a két félelemből az egyik feloldásával már a viselkedésváltozás is megoldódik, és megint teljesen, hát hogy mondjam, normálisan fog az illető viselkedni, tisztán fog gondolkodni, látni, és teljesen rálát majd az életében levő változásokra, és meg is tudja oldani. Tehát az a jó hírünk van, hogy még mindazt, amit a medicina gyógyíthatatlannak nevezett, mint a pszichózisok is többek között, meg hát a rák, meg a krónikus betegségek, ezek mind-mind gyógyíthatóak, csak meg kéne változtassuk a gondolkodásunkat. Na, ennek a gondolkodás változásnak az első lépése, hogy megismerjük a germán gyógytudománynak az öt természet törvényét, ami dr. Ike Gerd Hammer írt le nekünk. Ez a csodálatos orvos, teológus, felfedező, meg még fizikus is. Ezt az egész tudományát orvosoknak és betegeknek írta, akiknek szívük és józan eszük van. Felhívnám a figyelmet, hogy a józan ész egymagában nem elég. Nem elég megérteni mindazt, ami elkápráztatja a logikánkat, amikor megismerjük a germán gyógytudományban az egyszerű összefüggéseket. Ezeket a félelmeket, ezeket érzelmileg kell feloldani ahhoz, hogy megoldáshoz jussunk. Most tényleg nagyon röviden fogom összefoglalni bevezetésként az öt természet törvényt. Utalnék arra, hogy minden előadás előtt ez valamilyen szinten össze van foglalva, de azok, akik most hallgatják először ezt a webkonferenciát, ajánlom, hogy a természettörvények felfedezése a Józan ésszel című rövid előadást azért hallgassák meg, mert teljesen logikus levezetése lesz annak, amire minden ember józan ésszel, következtetéssel eljuthat. Hammer doktor tragikus élete volt az, ami rávezette őt a természettörvények felfedezésére, hiszen a 19 éves fia halála volt az, ami elindított benne egy heredaganatot, és ennek megoldását műtétileg bevállalta, de se kemo-se sugárkezelést nem vállalt. A 19 éves fia az olasz trónörökös áldozatául esett. Ő ugyan egy csónakban aludt, pihent egy kikötőben, Kávaló szigetén, míg a barátai bent voltak és szórakoztak egy szórakozó helyen, de álmában az olasz trónörökös két pisztolylövéssel halálosan megsebesítette. Ez 1978. augusztus 18-án történt, és 111 nap után, december 7-én, azaz tegnap volt
pontosan 42 éve annak, hogy ez a fiatal ember Hámer doktor karjai közt meghalt. Itt látjuk Hámer doktor könyvének a borítóján a fiának a képét, aki senkinek soha nem ártott, imádta az állatokat, egy érzékeny lélek volt, és döbbenetes, hogy ilyen tragikus sorsra jutott. De pontosan ennek a fiatalembernek a halála volt az, ami Hámer doktort elgondolkodtatta, hogy addig, míg ez a történet a család életét nem törte meg, addig gyakorlatilag nem volt semmi betegségük. Ezután pedig hát kialakult nála a here daganata. Feleségének 5 daganatos betegsége alakult ki, és a későbbiekben, 85-ben, tehát 7 évvel a fia halála után a Hámer doktornak a felesége is meghal a karjai között. Tehát többenetes dolgokat kellett ő kibírjon, és ezekkel együtt fedezte föl azt az 5 természettörvényt, ami teljesen megváltoztatja az orvosi, a biológiai gondolkodásunkat. Az első természettörvényt a rák vastörvényének nevezte Hámer doktor. Természetes, akkor még nem tudta, hogy további 4 törvényt fel fog fedezni, és a rák vastörvényében rögzíti a DHS kritériumait, ami Dirk-Hammer-szindróma rövidítés, vagyis a fiáról, a halott fiáról nevezte el azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egyáltalán egy daganatos betegség elinduljon a szervezetünkben. Később aztán kiderült, hogy nem csak a daganatos betegségekre, hanem a daganattal egyenértékű betegségekre is vonatkozik ez az első természettörvény. Miről szól a történet? Hát Hámer doktor is döbbenettel nyugtázta, hogy akár mennyire is mindent megtett 111 napon keresztül a fia életének a megmentéséért, aki végig vigilkómában, éberkómában volt, meghalt a karjai között. Ez teljesen váratlanul érte, és egy hatalmas negatív élmény természetesen egy szülő számára, ha a gyermeke a karjai közt hal meg, és ő kell eltemesse. De mikor Hámer doktor 81-ben már felépült, ugye, mint mondtam, műtétet vállalt, kemosugárkezelést nem vállalt, és 81-ben már egy nőgyógyászati ráklinikán dolgozik, mint belgyógyász főorvos, akkor megkérdezi természetesen a daganatos betegeket, hogy az ő életükben nem volt a daganat megjelenése előtt valami nagyon súlyos érzelmi megrázkodtatás, ami váratlanul meglepetésszerűen érte őket, és magányosan benne maradtak ebben a érzelemben, ebben a konfliktusban. És hát mind a 200 megkérdezett betegnél a válasz igen volt. És ekkor foglalja össze Hámer doktor a DHS kritériumait, vagyis azt, hogy ezek a nagyon súlyos, váratlan események, amit magányosan élünk meg, na ezek azok, amelyek elindítanak egy biológiai választ bennünk, ha benne maradunk a konfliktusban. Ebből is következik, hogy az első és legfontosabb megoldása annak, hogy meg se betegedjünk, hogy zárjuk le békével a napjainkat, és a békével az azt jelenti, hogy megbocsátással, megértéssel, empátiával, mert különben, ha ez nem történik meg, akkor az a lelki megrázkódtatás, amit megéltünk, az agy közvetítésével elindítja a szervi választ. És ez a szervi válasz lesz az, amit mi majd betegségnek fogunk nevezni. És ne feledjük azt se, hogy a konfliktus pillanatában rögzülnek a sínek, vagyis azok a körülmények, amelyek között megéltük a konfliktust, ezeket rögzíti a biológiai testünk, minden érzékszerve. Minden érzékszerve azt, ami éppen rátartozik, amit éppen emésztettem, amit éppen láttam, hallottam, ízlettem, szagoltam, stb. Tehát ezek nagyon lényeges kérdések, mert az állatvilágban pontosan a sínek azok, amelyek figyelmeztetik az állatot, hogy ismét életveszélyes körülmények közé került, és így azonnal menekülésre tudja fogni az utat. Az emberek viszont már nem sineket, hanem, ahogy mondani szoktam, pályaudvarokat építettek ki a fejükbe, és minél inkább idősödünk, annál több feloldatlan konfliktusunk marad, és ezért jellemző az,
hogy mire nyugdíjba megy az ember, addigra már olyan beteg, hogy nem tudja, hogy mely korábban melyik bogyót kapkodja be. Csak hogy nem ez a megoldás. A megoldás, mint mondtam, az, hogy lezárjuk békével a napjainkat, és ha megismertük a germán gyógytudományt, akkor le kéne zárjuk végre békével a múltunkat. Azzal a megelégedéssel, hogy mindaz, ami történt, az nem ellenünk, hanem értünk történt, mert csak arra akart megtanítani minden kellemetlen történet az életünkből, hogy megtanuljunk elfogadni feltételek és előítéletek nélkül. Mert miért éltünk meg konfliktusokat? Egyetlen dologból. A félelem az egyetlen halálos betegség, és mivel a biológiának a túlélésért és a faj fenntartásáért történik minden, de minden biológiai válasza, ebből következik, hogy minden betegségünk mögött ez a félelem áll, csak persze nem így fogjuk megfogalmazni. A lelki megrázkódtatás is csak egy magyar nyelvben megjelenő kifejezés, mert nem a nagybetűs lélek rázkódik itt meg, kérem szépen, hanem a nagybetűs ego az az, ami összerezzen, mert valami nem úgy történt, ahogy elképzelte, vagy el se tudta volna képzelni, hogy ilyen megtörténhet. Na, mert miért? Hát, mert ez már nem biztosítja a túlélésünket. Mert minden nagyon szép, és minden nagyon jó, addig, amíg biztonságban élünk, amíg van mit enni, inni, és rendben vannak a kapcsolataink. Mert ez biztosítja a túlélésünket. És amikor már ebbe valamilyen porszem vagy fogaskerék elakad, nos, akkor már rögtön eltölt minket a félelem, és minden félelemnek az alapja valójában csak ez. De hát az intelligens agyunk ezt le fogja fordítani mindenféle konfliktus típusra, amiket itt látható táblázaton majd elmondok, hogy milyen konfliktus típusok vannak, és döbbened, de ezen a táblázaton, ami 1x20x160-as méretű táblázat, rajta van az egész medicina lényege. Nem az egész medicina, csak a medicina lényege. Annak a lényege, hogy megváltozzon a gondolkodásunk, és ennek alapján azokat a dolgokat is megfejtsük, amik természetesen a táblázatra nem fértek fel, mert itt Hammer doktor az alapokat teszi le egy újfajta gondolkodáshoz. A lélek, agy, szerv, tengely az, amin mindig gondolkodnunk kell. Nem az a kérdés, hogy mit kapjak be, nem az a kérdés, hogy mivel kenjem be, hanem az az egyetlen kérdés, hogy mi okozta, milyen félelem okozta ezt a biológiai, értelmes biológiai különprogramot, amit ugye, aminek egy részét mi betegségnek nevezzük, és az a kérdés, hogy ezután ezt hogyan oldom fel, és végül mit tanultam belőle. Nos, nem akarom ezt tovább ragozni, de azért töltöttem el ennyi időt az első természettörvény taglalásával, mert ha ezt megértjük, és valóban minden napunkat lezárjuk békével, ahogy ezt elmondtam, akkor a többire már nincs is szükségünk. Ez ennyire komoly. Csak ennyit kellene megértenünk, hogy zárjuk le békével a napjainkat, és hát az, hogy ezt hogyan és miként, hát erről szólnak a háromnapos képzéseink. Tudnunk kell azt is, hogy minden ember számára az egyetlen valóság a saját megélése. Mindenki el tudja mondani, hogy mi történt, de az, aki benne volt ebben a történetben, hogy ő mit élt meg, ezt csak ő fogja tudni elmondani, és ezért lényeges megértenünk ezt az üzenetet a weblapról, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Nyilvánvaló, hogy az ő lelki megrázkódtatásának, ha megvannak a szervi elváltozásai, tudunk rákérdezni arra, hogy mi történt, hogy mit élt át. És hát itt hajszálpontos térképről van szó, és hajszálpontos válaszokról van szó, de ez a beteg nélkül nem fejthető meg. És ezért nagyon lényeges, hogy a beteg még lehetőleg, még mielőtt megbetegszik, ugye, még az egészséges ember megismerje az öt természettörvényt, és elgondolkodjon rajta, megéri-e, hogy továbbra is bosszankodjon, és továbbra is legyen neki epés és gyomorsavas problémája. Megéri-e, hogy továbbra is makacsul ragaszkodjon az elképzeléseihez, és szűnni nem akaró tért fájdalom lesz a biológiai válasz. Megéri-e, hogy küzdjek az igazságomért, és egyfolytában fájjon a nyakam? Megéri-e, hogy mindenkinek az óhaját, sóhaját lessem,
megfelelési kényszerből és tönkretegyem az egyetlen szívem. Nos, ezek az alapvető dolgok, amelyeket rendbe kell tenni. Itt kell tisztázzuk azokat az azonosultságainkat, amelyeket olyan tökéletesen játszunk, mint a legjobb színészek a színpadon. Csak ne feledjük, a színész, mikor lejön a színpadról, az azonosultságát ott hagyja. Ezt kellene megtegyük mi is, még mielőtt frekvenciát váltunk, mert akkor úgy is rá fogunk jönni, hogy ezek csak szerepek, amit csak el kellett volna játszanunk, és nem kellett volna beleragadnunk egy-egy biológiai szerepbe, egy-egy társadalmi megbizatásba, vagy egy-egy családi kötelékbe. Mert a család az akkor igazi közösség, amikor egy szellemi közösség, és nem csak a túlélésről szóló biológiai közösség. A második természettörvény az a Hameri iránytű ábrázolását adja nekünk, Hamer doktor rajzolta le grafikusan, hogy mi történik a konfliktus becsapódása után. Ott látjuk az első függőleges vonalon DHS, vagyis megtörtént egy váratlan esemény, és mit tudom én, valakinek a gyermeke bejelentette, hogy anya, figyelj, holnap kiutazok Angliába, és fél évet ott fogok dolgozni, de ha minden jól megy, akkor ott is maradok. Na, innentől kezdődik egy anyának az aggódása, hogy mi lesz az ő egyetlen kicsi fiával, lányával, de ha 10 gyereke van, és egy elmegy, akkor is azzal az egyel lesz elfoglalva, aki éppen nincsen körülötte. És elindul a konfliktus aktív szakaszban az aggódás. Elindul annak a félelme, hogy elveszítem a gyermekem. És még, hogy mennyi minden elindul egy DHS kapcsán, hát erre egy nagyon gyönyörű példát fogunk ma bemutatni. A lényeg, hogy ameddig nem tud megnyugodni valaki egy váratlan esemény bejelentés után, addig zakatolni fog az agya, keresi a logikus megoldást, ugye, mert félelemben van, és nem tud elaludni, és felébred, hogyha elaludt, és hideg a keze, hideg a lába, erre utal a konfliktus aktív fázisban megjelenő nagy kék terület, a kék szín a hideg kéz és hideg láb ábrázolását jelenti, egyben a szimpatikus idegrendszer túlsúlyát, de ezt most nem részletezem. A lényeg, hogy mindenki volt már stresszben, és mindenki tudja, hogy mit jelent ez, de ekkor még nem gondolnánk, hogy betegek vagyunk, hát csak stresszes az életem, hát ez nem betegség, gondoljuk mi. Pedig pont itt indul el minden, és pont itt kellene megfogni a dolgokat, esténként lezárva békével mindent, mert ha túl hosszú ez a konfliktus aktív fázis, hát akkor a megoldás követő fázis sem lesz teljesen élvezetes számunkra. A KM a konfliktus megoldásának a pillanatát jelenti, ami, mint említettem, akkor ideális, ha úgy történik meg, hogy érzelmileg lezárom azt a történetet végre, és persze megváltoznak a körülmények, hazajön a gyerek Angliából, ismét boldog vagyok, és az elindított meldaganata elkezd megoldódni. És jönnek a gyulladásos tünetek, és mindenki tudja, hogy ami gyulladt, az piros, az duzzadt, az meleg, az fáj, és nem működik rendesen, vagyis rubor, tumor, kalor, dolor funkció lézár, hogy azt mindig említjük, akik a törzshallgatók, ők már tudják, velem együtt mondják. Ez az exudatív fázis, az első piros színnel jelzett szakasza a megoldást követő fázisnak. Az exudatív szakaszban tehát szenvedünk, és szaladunk az orvoshoz, doki, beteg vagyok, gyógyíts meg. Tehát valójában mi történik? Az, ami a konfliktus aktív fázisban a biológián megtett a túlélésem érdekében, ezt itt az exudatív szakaszban helyre fogja tenni. Ennyire egyszerű az egész. Hál' Istennek nem tart az idők végezetéig ez a gyulladás és fájdalom, mert jön az epileptoid krízis, ott középen az a kiemelkedő, igencsak magas kék színnel besatírozott terület, ami alatt hát nagyon sokféle változatos dolgot megtapasztalunk, de a legfontosabb az, hogy ebben az esetben fog rendeződni az agyi relé. Mert akkor nézzünk ki bal oldalra, mutattam ott két képet, a konfliktus aktív szakaszban még úgy néz ki a koponya CT, mintha egy követ a víztükörbe bedobtam volna, látjuk a koncentrikus köröket.
Ezek akkor láthatók, ha a koponyalappal párhuzamos síkokban történik meg a koponya CT készítése kontrasztanyag nélkül. Azért tettem ide be ezt a képet, ezt az oldalirányú képet, mert látszanak benne azok a 2 centire elhelyezkedő síkok, amelyek mentén ezek a képek majd nyilvánvalóvá válnak. Tehát konfliktus aktív szakaszban még csak koncentrikus gyűrűket látunk, de a megoldást követő fázisban már mi történik? Ott látjuk a kék és a piros-kék nyillal, hogy az ödéma megjelenik. Tehát az nem agydaganat, amire ott a nyilak mutatnak, az egyszerűen egy vizenyős agyi relé, Hammeri Goetz, aminek a vizenyője pont az epileptoid krízis csúcsában fog kipréselődni. Ezután több vizeletet ürítünk, mint amennyi folyadékot megittunk, és természetesen egy csomó kellemetlen tünetünk lesz. Vagyis itt fog a szívünk nagyon-nagyon felgyorsulni, vagy éppenséggel leállni. Attól függ, melyik programot futtatjuk. Itt fogunk akár tüdőembóliát, akár szívmegállást megtapasztalni. Itt fogjuk az epegörcsöt, vesegörcsöt, és az mindenféle izomgörcsöt megtapasztalni. Ugyanakkor, mint egy gyorsított filmen, ugye lepereg előttünk, a magának a konfliktusnak a története is, amikor ezeket a tüneteket újra éljük. Szóval a megoldás követő fázisnak a közepén az epileptoid krízis erőssége vajon kitől függ? Hát megint csak tőlünk. Ezért kéne lezárni a mai napot is békében, különben számíthatunk arra, ha túl későn zárjuk le, akkor igencsak szenvedni fogunk az epileptoid krízis alatt. Itt van az epilepsziás görcsroham, de hát az más történet, ezért hívjuk az összes többit epileptoid krízisnek, és nem epilepsziás krízisnek, hogy megkülönböztessük a történeteket. Az epileptoid krízis már a megoldást követő fázisnak a felét jelenti, tehát már félig gyógyultak vagyunk, mikor túl vagyunk a legnehezebb részen, már csak ki kéne várni a gyógyulásunkat a hegesedési szakaszt, ha szépen végigpihennénk, mert a biológia ágyba parancsol, olyan extrém fáradtságot fogunk megtapasztalni, ami mindenképpen ágyba fog minket parancsolni, már jó a hangulatunk, jó az étvágyunk, de tényleg lehet, hogy kiszolgáltatott helyzetbe kerülünk, ami viszont újraindíthat mondjuk egy önleértékelési konfliktust. Szóval, ha ismerem, hogy hogyan zajlik le 2 szakaszban minden értelmes biológiai különprogram, amint azt itt Hammer doktor ábrázolja, akkor legalább ki tudom számítani, hogy hol tartok, és mikorra gyógyulok meg. Én tudom, mindenkit ez érdekel legjobban, mikor gyógyulok már meg. Igen, ahhoz tudnom kell a DHS becsapódásának időpontját, hogy meddig tartott ez a konfliktus aktív fázis, és mikor lett valóban, de tényleg valóban megoldva az a konfliktus. Mert ugye, ha ez nincs valóban megoldva, látni fogjuk a továbbiakban, hogy a gyógyulási szakasz elakad, vagy ismétlődik ez az egész történet, és akkor nem lesz unalmas az életünk. A 3. természettörvényben Hammer doktor rámutatta arra, hogy mi is történik valójában a konfliktus aktív és megoldást követő fázis alatt szöveti szinten. És ugye, ha mindenki el tudja fogadni, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, akkor természetes, hogy vagy a sejtek számával, vagy a sejtek működésével vagyunk képesek a túlélést biztosítani. Látjuk, hogy az agytörzs és kisagyhoz tartozó értelmes biológiai különprogramokban mindig sejtszaporítással indul a történet, a megoldást követő fázisban lebontjuk a felesleges sejteket. Ez gondolom teljesen logikus. Az agyvelő és agykéreg által indított értelmes biológiai különprogramoknál viszont sejtsorvadással indul a program, amit aztán visszaépítünk a megoldást követő fázisban. Gondolom ez is teljesen egyszerű és érthető, logikus mindenki számára. És az agykéreg képes egyedül arra, hogy működésváltozással, vagyis fékezéssel, blokkolással segítse a túlélésünket, és ez természetesen ez a blokk feloldódik a megoldás követő fázisban, ha ez tényleg érzelmileg fel lett oldva.
Szóval akkor mi itt a probléma? Miért nem gyógyulunk meg? Mindjárt rájövünk. Csak előbb értsük meg az alapokat. A harmadik természet törvényben Hammer doktor az egyedfejlődésig, vagyis embriológiáig lapozott vissza, és ebből derül ki, hogy a bennünk levő sejtek egy életen át milyen működést fognak ellátni. Ugye baloldalt látjuk a három csiralemeznek a kialakulását, ez a megtermékenyített petesejtből lesz, és a három csiralemezből alakul ki minden szervünk, szövetünk, látjuk belül a sárga, középen a narancs, és kívül a piros színnel jelzett sejteket, és ezt magyarul így is hívjuk, hogy belső, középső és külső csiralemez, vagy endoderma, mezoderma és ektoderma, akinek melyik kifejezést tetszik jobban. Látjuk, hogy egyirányú nyilak mutatnak egy-egy babára és annak egy-egy szervére, vagyis nem fog a bélcsatornámból kialakulni semmi olyan sejt, ami átalakul, teszem azt, a bőrömé, vagy éppen a csontozatommá. Tehát már is szeretném a metasztázisok, vagy áttétek legendáját, hát hogy is mondjam, érvényteleníteni, mert ezek csak olyan kitalált történetek, amivel magyarázni próbálják azt, amit nem értenek. Biológiai képtelenség az, hogy amikor már kialakult egy sejtem, és egy végleges működést végez, hogy akkor gondoljon egy nagyot és merészet, és elbúcsúzzon az őt irányító idegi központtól, és mondjuk bejelentkezzen egy másik központba, hogy hello, főnök, én itt akarok ezután dolgozni. Ezért tudok nagyon örülni, hogy a biológiában nincs demokrácia. A biológiában hierarchia van. Ha demokrácia lenne benne, már régen kipusztult volna az élet. Szóval látjuk középen azt a metszeti képet, Hammer doktor színeivel azokat az agyi képleteket, amit az előbb csak felsoroltam, most azt is látjuk, hogy hogy néznek ki és hol vannak. Az agytörzs és a kisagy együtt az ősagyat képezi, és látjuk azt a keresztmetszeti képet róluk, hogyha megnézzük ugye a koponyalappal párhuzamosan készült CT-képnek a hátsó részét. Majd ilyet is fogunk ma látni, élő eredetibe, és rá fogunk jönni, hogy sokkal egyszerűbb ezeket a grafikus ábrázolásokat megértenünk. Nos, a felső rész az már a nagy agy, ide az agykéreg és agyvelő tartozik, és látjuk ezeknek is a grafikus ábrázolását a keresztmetszeti képen, különböző hát relék bejelölésével, de most annyit jegyezzünk csak meg, hogy a három csiralemezből egy életen át működő sejtek fognak kialakulni, és ezek nem változtatják a helyüket, ezeket meghatározott idegi központok vezérlik, és ez a lényege ennek az egésznek. Aztán a további részletet majd folytatom. Itt van a Hammeri táblázat most már, ugye a tudományos táblázat, és akkor megértjük, hogy a sárga színnel jelzett agytörzs és a belső csiralemezből származó sejtek mit is fognak egy életen át csinálni. Hát a falat konfliktusokat fogják megoldani számunkra, mert mindaz, ami a túlélésünkhöz köl, az falat, és nem csak kenyérrel él az ember, hanem kell legyen levegő, víz, fény, meg hang is ahhoz, hogy az életünk biztosítva legyen. Ez nagyon lényeges, és ezt a legősibb idegi központ az agytörzs irányítja, ennek is van több része, nyúltagy, Várólhíd, Atkocsány, kikertestek, középagy, stb. Itt mindig a program a sejtek szaporításával indul, emlékszünk, ezt már mutattam, és a megoldásban a sejteket lebontjuk természetesen, mert nem tartunk el felesleges sejteket, és itt van a magány egzisztenciális konfliktus víz visszatartása. Vagyis amikor én a létezés feltételeinek hiányából származó félelmeimet fogom megfogalmazni, akkor elkezdek úgy működni, mint a halak, lezárjuk a víznek a kijáratát, begyűjtjük a vizet a szervezetünkbe, és végül ez fog velünk végezni. Nézzük meg, hogy hány betegnek a kórházban a halál valódi oka a vese leállása, és nem a COVID-19, de hát meghatározott elvek szerint történik a kezelés és a
korlapoknak vagy halottas igazolványoknak a kiállítása is, ilyen világot élünk. A víz visszatartása tehát egy nagyon súlyos történet nekünk, a halaknak ez a túlélést jelentette, és minden túlélő programot a biológia örökít. De kérdezem én, lehet bárki ezen a Föld nevű bolygón valaha is magányos? Csak is a biológiám lehet magányos, és amikor azonosulok a biológiai testemmel és annak szükségleteivel, akkor tuti biztos, hogy nagyon magányos leszek. Szüntelenül szenvedő szegény én állapotba átmegyek, és ebbe pusztulok bele. Csak rá kéne döbbennünk, hogy az életünk nem csupán ennyiről szól, de hát ezekről részletesebben a háromnapos képzésen annak is örülök, ha megértjük első lépésben, hogy hogyan működik a biológiánk, és aztán elgondolkodunk azon, hogy hogyan tudnánk feleslegessé tenni ezeknek a konfliktusoknak az elindulását. Mert hiszen ezek túlélő programok, de nem muszáj ezeket piszkálni, nem muszáj ezeket elindítani. A narancssárga oszlopnak a felső részében a kisagy által vezérelt értelmes biológiai különprogramok, mondjam úgy, hogy betegségek vannak, mert ugye a betegségeket mindig a megoldást követő fázisban fogjuk megtapasztalni. Ide jön tehát az, amikor túlzásba viszem az aggódást, ez a gondozási konfliktus, ide jön a bemocskoltsági vagy elcsúfítottsági konfliktus, illetve a vélt vagy valós támadások által okozott félelmek, és innentől kezdve, tehát a narancssárga teljes és a piros teljes oszlopon keresztül számít, hogy ki az, aki jobb és ki az, aki balkezes. A kezűség itt erről szól, és nem arról szól, hogy kinek megyek kezesnek egy hitelfelvételnél. Szóval a kisaggyal fogunk ma foglalkozni részletesebben, mert ugye a kisaggyal kapcsolatos viselkedés változások kerülnek ma terítékre, és ezért jó tudnunk, hogy a vélt vagy valós támadás, ez már benne van a nevében, hogy vélt. És nem kell senki se megverjen engem, elég, ha attól félek, hogyha befordulok az utca sarkon, szétrugják a fenekem. Ez megtörtént eset, vagyis megtörtént eset történet, amit mindig a tanfolyamokon bemutatok saját készítésű fotóval, persze nem a verekedést, hanem a biológiai következményt mutatom be, vagy micsoda fantasztikus írha programot tudunk elindítani, mert megvastagítjuk az írhánkat. De megvastagítjuk a burkokat is akkor, amikor ezt a támadást, ezt átvitt értelemben élem meg, és úgy élem meg, hogy mindaz, amit mondtak nekem, a szíven csapott engem. Elég csak így megfogalmazni ezt az érzést, pillanat, soha nem a gondolatok, hanem az érzések fognak megbetegíteni, azért ezt tisztázzuk, és soha nem a gondolatok, hanem az érzések fognak meg is gyógyítani. Tehát az érzés, hogy szíven vert engem az, amit mondtak, hát az el fogja indítani a burok, vagyis a szívburoknak a programját, de egy övön aluli ütésként megélt történet valakinek a beszólása, az természetesen övön aluli, tehát hashártya programot fog elindítani, de ha hátulról élem meg ezt a támadást, akkor retroperitoneális tumort fogok beindítani ezeket. Csak azért mondom el, hogy lássuk, hogy a kisagynak a védekezésben mekkora szerepe van, mert nem páncéllal vagyunk beborítva, hanem írhával és burkokkal, és ezek szaporodnak fel mindenféle támadási konfliktusra. De mivel az írhának része a verejtékmirigy és része a fagyúmirigy is, ezért ezek is képesek túlszaporodni megfelelő konfliktusokra. Az emlőmirigy viszont egy átalakult verejtékmirigy, ami hál' Istennek ugye nem verejtéket, hanem anyatejet termel, tehát amikor túlzásba viszem az aggódásomat túl sok ideig, és nagyon erősen aggódok, hát akkor ugye ezt gondozási konfliktusnak nevezzük, és ez az emlőmirigy állományában fogja elindítani a sejtszaporulatot. Ennek a fordítottja ennek az érzésnek a vitaveszekedés is az emlőmirigy állományára hat.
Ilyen van még a biológiában, hogy az és annak a fordítottja ugyanazt a programot indítja. A narancssárga oszlop alsó részében az agyvelő által irányított értelmes biológiai különprogramok összefoglalóját találjuk, távirati stílusban, röviden, tömören, annyit nem árt megjegyeznünk, hogy önleértékelés, önpusztítás, tehát innen sorvadással, sejtek sorvadásával indul a program, és ezek visszaépítését hát rendesen fogjuk érezni fájdalmakkal, nyilván a fájdalom csillapítás természetesen megengedett, de nem mindegy, hogy hogyan, erről külön webkonferenciát nézhetünk meg. Most ezt itt nem részletezném. A piros oszlopban látjuk az agykéreg által irányított programokat, ide tartozik, ami sejtszinten irányított, az az elválasztási és a birtokkonfliktusok, és ott alul látjuk a működés változásával kapcsolatos programokat. Nos, itt az elválasztási konfliktusnál is ugyanazt tapasztaljuk meg, mert ha nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, hogy valaki közeledjen hozzám, akkor ugyanazt a programot indítom, vagyis a bőr felhám rétegét fogjuk sorvasztani, majd visszaépíteni, különböző, hát egyéb kísérő tünetekkel, érzéktelenségtől a viszketésig, a hólyagosodásig, stb. Külön webkonferencia foglalkozik csak az elválasztási konfliktusokkal, és a birtokkonfliktusok pedig, hát a bennünk levő, mondjam azt, hogy csöveknek, idézőjelben mondom, hogy csöveknek a bélését fogja sorvasztani, visszaépíteni, és itt a nyelőcső, gyomorkisgörbület, epekivezető csatorna, szívkoszorúér bélése, stb. Ez mind-mind szóba jön, nem részletezem. Nos, megint felteszem a kérdést, akkor miért is élünk meg konfliktusokat? Azért, mert azonosulunk a biológiai testünkkel és annak szükségleteivel. És ameddig így van, addig nevezhetnek minket gyarlóknak és bűnösöknek, holott semmi, de semmi bűnt nem követel az, aki küzd a túlélésért és a faj fenntartásáért. Nagyon át kellene gondoljuk mi ezeket a kérdéseket, és Hammer doktor is utal az előadásában arra, illetve a könyvében, hogy az embereket mi erkölcsi alapon igencsak el tudjuk ítélni, de fogalmunk sincs arról, hogy mi történik ott mélyen legbelül a biológiában. Ezért sem ártana megismernünk ezeket a biológiai programokat, hogy empátiával el tudjuk fogadni egy másik ember viselkedés változását, sőt, segíteni tudjunk neki abban, hogy feloldja a félelmeit. Mert a félelem az egyetlen halálos betegség. A fel nem oldott félelem, vagyis konfliktus viszont megteszi. Megteszi a munkát a szervezetünkben, itt látjuk, ha fel nem oldom, akkor hát igen, függő konfliktus aktivitás. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan benne vagyok, hol erősebben, hol gyengében, de benne vagyok a konfliktusban, és ennek az lesz a következménye, hogy túlzásba viszem a szövetek szaporítását, vagy lebontását, vagy éppen csináltam egy működésváltozást, megéltem, hogy hülyét csináltak belőlem, ezt nem tudtam megbocsátani, és béna is maradtam, lebénultam fél oldalra, és úgy maradtam. A policiklikus lefolyásnál látjuk, hogy mindig kifut a program a végéig, nincs elakadva, de mintha elakadt volna lemezjátszónak, hogy újra kezdjük, újra befejezzük, újra kezdjük, újra befejezzük. Most ennek is meg lesz a hatása, nem csak szervi szinten, hanem agyi relé szintjén is, mert ezek a újra beindított programok teljesen átalakítják a szövetet, illetve eljutunk oda, hogy már kitalálják, hogy a szervezetünk megbolondult, nem ismeri fel önmagát, és autoimmunnak nevezik a programot. Ez kifejezettebben fog megjelenni a függőgyógyulás esetén, mert ott szegény program ki se tud futni, látjuk, hogy maga az elakadás már a megoldást követő fázis exudatív szakaszában történt meg, azok a kék fázisok, azok nem epileptoid krízisek, kérem, azok újra meg újra ismétlődő sinek. Vagyis mind a kettőnél a probléma az, hogy nincs lezárva érzelmileg a történet. Aztán lehet kombinálni, hogy egy-egy függő gyógyulásos szakaszt egy évben többször megélek, ugye néhány hónapon keresztül szünetekkel, és akkor már a policiklikust meg a függő gyógyulást is összekombináltuk.
Ilyenre is van természetesen példa. Hát ezeket a medicinában mind érdekességként és ritka dolgokként írják le. Ugye szó volt a múlt héten ritka korképekről pontosan azért, hogy megértsük, hogy amikor a gondolkodásunkat helyre tesszük, akkor mindig, de mindig megtaláljuk a rálátást, hogy mit kell valójában megoldanunk. Nos, ismét behoztam az eredeti Hámeri iránytűt. Most már tudjuk, hogy melyik idegi központ mit irányít, milyen konfliktus típust, mi történik sejtszinten, konfliktus aktív megoldás követő fázisban. És hát a negyedik természet törvényben Hámer doktor feltárja, hogy mi nem vagyunk egyedül ebben a munkában. Mert hiszen a bennünk élő gombák, gombabaktériumok, baktériumok és vírusok azok, amelyek segítenek ezt az egész folyamatot biológiai szinten lezárni. Persze ezt kinevezhetjük kórokozóknak, ahogy azt Louis Pasteur tette, pedig Antoine Béchamp, a kortársa, tőle sokkal híresebb és idősebb tudós ember szólt neki, hogy Lajos, az nem pont úgy van, de végül is Lajos a halálos ágyán beismerte, hogy nem a baktérium számít, hanem a millió, vagyis a környezet, az az egyetlen dolog, ami fontos, vagyis az, ahol ezek jelen vannak. Ezek a velünk élő mikroorganizmusok békében el vannak, nem is tudjuk őket kimutatni, ameddig nem csapódik be a DHS. De pontosan a DHS-ben ugye az én megélésem az egyetlen valóság, ugye emlékszünk rá, ezt mondtam. Nos, pontosan ez lesz az, ami elindítja a megfelelő biológiai programot, és ehhez a megfelelő segítőknek a felszaporítását. Tehát már konfliktus aktív szakasz alatt megtörténik a falat konfliktusoknál a gombák felszaporítása, a támadás gondozási konfliktusokban a TBC baktériumok szaporítása, az önleértékelésben a baktériumok, az elválasztási birtokkonfliktusokban pedig a vírusoknak a felszaporítása, mármint az, amit vírusoknak nevezünk, mert ez egy másik kérdés, hogy mi az, ami vírus. Szóval ennyi. A megoldást követő fázisban természetesen pont annyi lesz belőlük, amennyi kell a megoldáshoz. Tehát minél többet ülök a konfliktus aktív szakaszban, annál nagyobb számú lesz ezeknek a segítőknek a létszáma, és kimutathatók is lesznek. De nem ők okozzák a betegséget, csókolom. Ők csak segédmunkások. Mondhatnám, hogy tanúk. Ez épp olyan, mint egy közlekedési balesetnél, mintha ráfognám, hogy a tanú a hibás, mert megtörtént a baleset. Nem ő a hibás, ő csak ott van, és segít megoldani a következményeket, természetesen, ha engedjük, és nem szólunk bele mindenféle módszerekkel. Persze az sem mindegy, hogy meddig tartott a konfliktus aktív fázis. Itt nagyon sok mindent részletezni kell, meg azt is, hogy ami kívülről jön be a szervezetünkben, na kérem szépen, az már kórokozó, kezdve a tetánusztól egyéb külső környezetből érkező kórokozókig, ezek tényleg kórokozók, ezek ellen védekeznünk kell, és ha tudjuk támogatni a szervezetünket ezeknek a kórokozók elleni védelemben, azzal semmi baj nincs. Meg is szeretném tudatosítani, hogy nem kell a fürdővízzel kidobni a babát. Nagyon sok jó dolog a medicinában továbbra is alkalmazandó, csak éppen helyre kell tenni a gondolkodást, és akkor nem fogunk csak is jó dolgokat csinálni. És az ötödik természet törvény az, ami hát helyre kéne tegye mindenkinek a gondolkodását, mert ha egy ötödikes gyerek is ezt fel tudja fedezni, az ötödik természet törvényt, ugye ez megtörtént, akkor mi itt a probléma? Jaj, a tanult tudásunkat nem akarjuk elengedni. A meggyőződéseinket, a tévhiteinket nem akarjuk elengedni. Hát akkor kérem szépen, lehet menni az akadémikus futószalagra, szeretettel várnak ott mindenkit. Az ötödik természettörvénynek a lényege, hogy megértjük, hogy minden, ami él, az élni akar, vagyis az, ami bennünk történik, és eddig rossz indulatú, meg mindenféle jelzővel ellátott betegségnek neveztük, azok értelmes biológiai külön programok, amelyek a túlélést és a faj fenntartását szolgálják.
semmi mást. Minden erről szól a biológiában, és ha kinézzünk, akkor ezt meggyőződhetünk róla, ha megfigyeljük a növényeket, az állatokat, minden, ami él, az ebben az irányban tölti el itt az életét. Az ember, mint biológiai lény, szintén a túlélésért és a faj fenntartásáért küzd, de szerintem az állati programok mellett azért valami mással is kellene foglalkozunk, ha már itt vagyunk ezen a bolygón, és hát ugye ez már egy másik téma. Nos, Hammer doktor téziseit már 1998-ban elismerték. Szeptember 11-én a Nagyszombati Egyetem igazolta, hogy Hammer doktornak igaza van. Mégsem eszerint történik a medikusok oktatása. Mégsem ennek fényében írjuk át a kutatásainkat. Mégsem ennek fényében történnek meg a kutatások. Vajon miért? Vajon kinek érdeke az, hogy a beteg meggyógyuljon a betegen kívül? Elárulom, senki másnak nem érdeke, csak a betegnek. Az összes többi ebből él, ezért beszélnek, már nagyon tetszik a rádióban is, külön úgy, hogy betegségipar. Igen, kérem szépen, ez egy hatalmas iparág. Elképesztő bevételekkel működik ez az egész rendszer, de úgy van kitalálva, hogy ezt mind mi fizetjük meg. Magát a rendszert mi tartjuk fent, és pontosan addig, ameddig nem vagyunk hajlandó kezünkbe venni az egészségünk és az életünk irányítását. Amíg is, amíg nem vagyunk hajlandók felébredni a biológiai álomvilágból. A Hammer doktor mindennek elmondták, aminek csak el lehet mondani egy sajtóhadjáratban, negatív értelemben, és természetesen, hogy minden, ezt már idézőjelben természetesen, minden szinten próbálták akadályozni a működését, és ennek ellenére, hogy börtönbe zárták, mert nem tagadta meg esküvel az első természettörvényt. Hát nem, hát ezért börtön jár. Annak ellenére, hogy a felesége is meghal a karjai között, és ez még 85-ben történik, ő 86-ban, 87-ben még a harmadik, negyedik természettörvényt is felfedezi. És aztán ne feledjük el, hogy a 20 éves házassági évfordulóra írott My Studenten Mégen dallam újra felfedezésével, tehát az egy külön történet, azzal megint egy akkora lendületet és lelkesedést kapott Hammer doktor, hogy döbbenetes munkába fogott, és összeírta az ezzel kapcsolatos tapasztalatait a My Studenten Mégen című könyvben. Erről is van előadás, és nyilván, amikor ezekről az esettörténetekről beszélek, amelyek itt bekövetkeznek, akkor még Hammer doktor nem volt tisztában azzal, hogy az 1976-ban megírt My Studenten Mégen milyen gyógyító hatással bír a biológiánkra. Nos, a konstelláció kifejezést a csillagászatban is használják a csillagok állására. Itt viszont a Hammeri gócok állásáról van szó, és abban az esetben beszélünk konstellációról, ha a felezővonal két oldalán, tehát az agyfélteke két oldalán van szemben egy-egy meg nem oldott konfliktus becsapódási helye, vagyis Hammeri góca. Ezzel ez azt jelenti, hogy két párhuzamosan zajló értelmes biológiai programról beszélünk, az agynak bizonyos részén látjuk az agytörzset, a kisagyat, a fehér állományt és az agykérget, és az a viselkedés változás, ami itt most be fog lépni, ez valójában a túlélés szolgálja. A viselkedés változást a sinek befolyásolják, és egyszer ilyen, egyszer olyan a viselkedésünk, ez azt jelenti, hogy konstellált az illető. De amikor mindkét gócban konfliktusaktív szakasz jelenik meg, na akkor beszélünk pszichózisról, csak hogy tisztázzuk a konstelláció és a pszichózis közti különbséget. A kisagyi konstelláció természetes akkor fog megjelenni, ha itt látjuk a grafikus ábrázolást, ha mindkét oldalt megéljük az aggódást, vagy vitát, veszekedést, ugye, mert a kettő ugyanoda hat,
vagy megéljük mind a két oldalon a támadás vagy bemocskoltsági konfliktust, az viszont az írha rétegbe csapódik be. De ugyanígy folytathatnám, ha kétoldali támadásként mondjuk szívburok meg hashártya program indul, jobboldali szívburok és baloldali hashártya program, ezeket a reléket tartalmazza tehát a kisagy, ami be van csillagozva kékkel, az tehát a mellnek a reléje, ami tőle befelé van az a hashártya, mellhártya, középen a szívburoknak látjuk a reléjét ketté osztva, mert van jobboldali és baloldali szívburok, és a két kék csillagot összekötő alsó ív, az az írhának a reléje, rajta látunk két elnyújtott csillagot, mert ugye oda a támadás vagy bemocskoltsági konfliktus fog becsapódni. És ugye nem felejtettük el, hogy a kezesség vagy kezűség kérdése a kisagytól kezdődik. Ez azt jelenti, hogy a jobboldali, mondjuk emlő mirigy szaporulata akkor fog elindulni egy jobbkezes hölgynél, ha partner oldallal kapcsolatban éli meg az aggódást vagy a veszekedést. Mert a jobbkezesnek jobb oldalt, balkezesnek bal oldalt jelenik meg szervi szinten a partner oldali konfliktusa. A másik oldalon, tehát jobbkezesnek bal, balkezesnek jobb oldalon, az anya-gyerek önmagával kapcsolatos konfliktusok fognak szervi szinten megjelenni, és ez nem csak a kisagyi, hanem a fehérállományi és az agykéri programokra is ugyanígy igaz. Nos, a következő esettörténet, esetleírás, ugye ebből a fantasztikus könyvből származik, ami Hammer doktornak az új medicináról szóló könyve második kötete. Ugye itt beszél a pszichózisról, a szindrómáról, amiről ma még szólni fogunk, valamint a rákról és a különböző egyéb dolgokról, de ez a könyv, hála Istennek, ami a saját könyvemnek a fotóját láthatjuk itt, ez már a 7. kiadás, és ezért több minden javítva lett benne. Ez a 2621-es esetleírásnak ezt a címet adta Hammer doktor, hogy tűnj el. Miről szól ez a történet? Egy 67 éves páciens hölgyről, aki harmonikus házasságban élt, és ezt a hölgyet meglátogatta a lánya és a veje. Hát ugye akkor nem volt kijárási tilalom. A lány volt az apukának a kedvence, az apuka 75 éves, anyuka 67 éves. A páciens hölgy, tehát az anyuka mindent megtett, hogy a lányának a kedvére legyen, semmin nem spórolt. És amikor a lány később elbúcsúzott tőle, annyit mondott az anyának, hogy azt hiszem, mama, hogy legközelebb, ha látogatóba jövök, étterembe fogok menni enni. Drága hölgyeim, mit szólnánk egy ilyen beszóláshoz? Hát az anya, aki valóban a legjobb falatokat készítette el, úgy érezte magát, mint akit fejbe vágtak. És csak annyit tudott dadogva kinyögni, hogy tűnj el. Ebben a pillanatban ez az anyuka elszenvedett egy anya-gyerek konfliktust, vagyis szervi szinten anya-gyerek oldali mellrákot, ezt jelzi a jobboldali lila csillag a képen. Alig, hogy ezt kimondta, fölállt a férje, aki eddig mellette ült, aki még 40 év házasság alatt egy rossz szót nem szólt ehhez az asszonyhoz, és annyit mondott, te buta öreg asszony. És a nőben, mintha másodpercen belül másodszor vágott volna bele a villám. Azóta doktor úr, mondta Hammer doktornak ez a nő, mintha érzelmileg halott lennék. Többé nem érzek semmit a lányom és a férjem iránt, mintha egy mély gödörbe estem volna, és mintha kiégtem volna. Fantasztikusan írja le ez a hölgy a kisagyi konstellációnak azt az érzelmi változatát, amit a dupla aggódás vagy veszekedés,
Tehát ez a két relének a becsapódása és konfliktus aktív fázisban lévő állapota elindít az illetőben. Hammer doktor megjegyzi, ezt úgy írtam fel akkoriban, ahogy ő mondta. Később, ugye Hammer doktor rutinszerűen megkérdezi, hogy tette valami őrültséget, vagy érzette ilyet, mert ugye kutatja a konstellációkhoz kapcsolódó viselkedés változásokat. A történet azért érdekes, mert ugye a rákövetkezendő, tehát a konfliktus után a hölgynél kialakul mindkét mellében egy-egy daganatos csomó, és az arcán mély ráncok és redők alakulnak ki. A beteg ezt válaszolja, hogy nem, csak teljesen üresek voltak az érzéseim. Vagyis mégis, de az olyan nevetséges és őrült, hogy szégyellem is elmesélni, de hát felőlem elmondom, talán tud valamit kezdeni a tudománya számára, mondja a beteg Hammer doktornak. Aztán elmesélt a páciens egy furcsa történetet, amit teljesen butának tűnt, és akkoriban nem is értette Hammer doktor, most viszont, írja, úgy gondolom, hogy meg tudom érteni, és ez a kis buta történet úgy tűnik, mintha egy felismerés lavinát váltott volna ki. Hát ezért nagyon lényeges minden apró részlet, amit a beteg őszintén elmond az orvosnak. A hölgy a következő történetet meséli el. Doktor úr, képzelje el, van egy kiskutyám, egy uszkárom. Teljesen el volt bolhásodva, és egyszerűen nem tudtam a bolháktól megszabadulni. Akkor jött egy hülye ötletem, amiért tulajdonképpen szégyellem magam. Meghívtam minden barátnőmet, akinek kutyája volt, egy kutyás tejára. Reméltem, hogy a bolhák átugrannak a barátnőim kutyáira. Ez meg is történt. A végén a barátnőim összes kutyája bolhás volt, de az enyémben csak egy kicsit lett kevesebb. Hát igen, egy ilyen történetre nem büszke senki sem, amiután feltisztul a gondolkodása. De ne feledjük el, hogy amikor mindez történt, ez a hölgy egy teljesen kiüresedett érzelmi állapotban volt. Hammer doktor beismeri. Őszintén szólva, akkoriban nem értettem semmit. Elismerőleg morogtam, nagyon eredetien mesélte el. A hölgy egyébként az új medicinának köszönhetően életben maradt, és mivel szerencsére éltek benne tuberkulótikus mikobaktériumok mindkét mellében, TBC elsajtosodással és kavérna képződéssel visszahúzódtak a rákos csomók. Lássuk, miről van szó. Itt látjuk ezen a képen ugye a páciens fotóját, akinek az arca ugye le volt kapcsolva. Itt most újra normális az arca, de az arcon a konfliktus után pár hónapon belül hihetetlen mennyiségű ránc és redő jelent meg. Nyilvánvalóan az írharéteg egy nagy része érintett volt, és ez észrevétlenül lefutott bőrtuberkulózis, nyilvánvalóan átalakította egy részét az arc bőrének, azt elsajtosítva, innen vannak a mély árkok. A másik képen viszont a 67 éves páciens melleit látjuk a gyógyulás után, a bal mell ugye anyagyerek, mert jobbkezes volt a hölgy, erősebben volt érintett, mint a jobboldali partner oldali melle, ahova a másik nyíl betül. És akkor tessenek megkapaszkodni, mert ezen aztán fantasztikusan láthatjuk, hogy minél intelligensebb valaki, annál tökéletesebben tudja magát szétszedni. Mert nem csak mell programja és írha programja volt ennek a hölgynek, hanem annál sokkal több. Jobb oldalt alul látjuk a bal emlő karcinóma becsapódási helyét a rózsaszín nyíllal, és körberajzolva Hammer doktor által. Jobb oldalt alul a kisagyi részt látjuk, ez egészen a koponya alapon történt metszet, amiben még nem csak a kisagy és az agytörzs látszik, hanem még a hallóközpont is, és ez is lényeges lesz. A másik oldalon ugyancsak ilyen rózsaszín nyilakkal látjuk a bal alsó három nyílt,
ami tartalmazza a jobb emlőkarcinóma reléjét, amit viszont elfed két írha lelé, ami azt jelenti, hogy támadásként is megélt konfliktus a partner oldalon. Középen alól látjuk a szívburok relének megfelelően megoldás követő fázisban a szívburok relét, és egyben a negyedik kamra kompresszióját, összenyomatását, ez az általam lila nyillal megjelölt terület. Az egészről van még nagyobb nagyítás is a könyvben, amiben aztán teljesen tisztán látszanak ezek a relék. Van egy nagyon lényeges, a bal oldalt fent az a vastag, barnás színű nyíl, a menekülési vagy anyai lélek egyedül hagyatottsági konfliktusa, annak a hámeri góca, ugye a bal vesegyűjtő csatorna reléjét érintette, mert ugye ha önmagáról van szó, az bal oldal, és ez azért van bal oldalt, mert ugye itt nincsen idegpálya kereszteződés. A melleknél viszont idegpálya kereszteződés van, és azért van bal oldalon a reléje a partner oldalnak, és jobb oldalon a reléje a gyermekkel kapcsolatos konfliktusnak. Csak hogy értsük a CT-kép kielemzését. Tehát ez a legvastagabb nyíl bal oldalt, bal felső sarokból, ami odamutat. Képzeljük el ezt az anyát, ezt az anyai lelket, aki egyedül maradt ebben a történetben, amikor a lánya beszól, és utána még a férje is rászól. És itt van egy olyan relé megjelölve, amiről ugye a történetben szó sem esik, a hallás konfliktus, amit ugye partner oldalon élt meg a hölgy, és itt látjuk a két vékony piros nyilat, a felső az a hallani se akarom konfliktusnak a helye, ez az agykérgi reléje, a hallás konfliktusnak a reléje, ami a belső fület érinti, és alatta a másik vékony nyíl, ami bemutat, az viszont a középfülnek a reléje, mert szeretne megszabadulni attól az információtól, ugye, amit a férje mondott. És ugye jobb oldalt elkapjuk, bal oldalt megszabadulunk az információtól, a falattól, tehát ettől a hangfalattól való megszabadulás érintette a középfület, annak viszont az agytörzsben van a reléje. A méhnyálkahártya reléje is érintett ebben a konfliktusban, mert a lányával kapcsolatosan összefüggésben élt meg egy ilyen ocsmány történetet, és ez a sárga nyíl bal oldalon pontosan a méhnyálkahártya relére mutat rá. De jobb oldalt látjuk piros nyillal a máj adenokarcinómájának a hámeri gócát, mely az éhenhalási konfliktusnak felel meg. És fölötte látjuk az éjbélnek a hámeri gócát sárga nyillal, az viszont egy falatot nem tudok megemészteni konfliktusnak a következménye. Ez egyszerűen döbbenetes, hogy mi minden élt meg ez a hölgy ebben a pillanatban. Legfelül a kék színű nyillal jobb oldalon látjuk a petevezeték relétre mutató nyilat, annak a hámeri gócát, a csúnya félgenitális konfliktusra vonatkozik, épp úgy, mint a méhnyálkahártya relé is. Szóval, ha az agytörzset, illetve a kisagy CT-jét így ugye egybe látjuk, akkor láthatjuk, hogy 13 hámeri gócot, amelyek között a szívburok konfliktus, vagyis a szív elleni támadásként megélt konfliktus még megoldást követő fázisban van, és egyidejűleg szív tamponádot kellett volna okoznia. Meglepetéssel állapítjuk meg, hogy amikor ez a két röviddel egymás után becsapódott kisagyi konfliktus, melyek a pácienst érzelmileg halottá tették, ezzel egyidejűleg még egy egész sor agytörzsi konfliktus is becsapódott, és nagyon jól szemlélteti ez az egész, hogy valóban az én megélésem az egyetlen valóság. Nyilván, ha koponya CT rendelkezésre áll, akkor
ezekre mind-mind rá lehet kérdezni, de amúgy, ha a beteg hajlandó az összes megélését föltárni azzal kapcsolatosan, amit számára egy beszólás okozott, akkor ezek mind felfedhetők, illetve hát a szervi válaszokból is ez mind kiderül. Tehát ezen a CT-képen, ugye a szívburok relét leszámítva, nagyjából minden góc aktív fázisban van, éles céltábla elrendezésben, tehát a páciens most egyidejűleg van kisagyi és agytörzsi skizofrén konstellációban. Hoppá! Tehát nem csak agytörzsi, hanem kisagyi konstelláció is van. Erről már volt külön egy webkonferencia, a skizofrén agytörzsi konstellációk szintén Hammer doktor eset történetével és az aranykönyvből idézve. Mit jelent ez? Mivel nincsen hasi és nincs mellkasi CT a páciensről, ezért természetesen, hogy ezeket a CT által beazonosított karcinomákat nem fedezték fel, ezeket mind áttéteknek nevezte volna a medicina, ha felfedezi őket, és a lánya, a gyerek és a férje két mondata ezt a 67 éves anyát teljesen megsemmisítette lelkileg. A hozzájuk tartozó konfliktusokkal együtt két Hammeri gócot emelnék ki, mert azok különösen érdekesek. Látjuk ugye az Abel-nek a reléjét, plusz ugye a máj karcinóma az az éhenhalási konfliktusnak a reléje, tehát jobb oldalt van a sárga és a piros nyíllal megjelölt agytörzsi relé, és ezzel együtt a másik oldalon ott van, hogy nem tudok megszabadulni az információs falattól, ugye a középfülnek a reléje, ez viszont létrehozza az agytörzsi konstellációt, amiről tudjuk már, hogy azt jelenti, hogy a megdöbbenés a térben és időben való tájékozatlanságot jelenti, és a nem adekvált válaszokat a feltett kérdésekre, mert az illető azt se tudja, hogy mi van vele, hogy hol van, és kik tartoznak hozzá, és ki nem. Tehát, ha most ezt biológiailag értelmezzük, ugye akkor jobb oldalt felvesszük a falatot, bal oldalt ürítjük a maradékot, akkor jobb oldalt ösztönösen fél attól, hogy nem jön be semmi, már itt van ugye a máj és a bél relé, a bal oldalon viszont az a félelme, hogy nem megy ki semmilyen információ vagy falat, ugye, mert az is falat konfliktus. Mindezt a konfliktust érezte ez a páciens ösztönösen és tudattalanul, természetesen ezek a dolgok intellektuálisan nem voltak világosak számára. Hammer doktor megjegyzése az esettel kapcsolatban a következő. Látjátok, kedves olvasói, milyen fontos, hogy az új medicinában gondosan dolgozzunk. Ez az eset szerencsére jól végződött. Hivatalos orvosi szemszögből, ha az összes szervi rákot felismerték volna, szomorú lett volna az eset vége. Ennek ellenére a páciens újra teljesen egészséges. Mi hát az értelme ennek a kis buta történetnek a kutyabolhákkal? A hölgy viselkedését nagyfokú aszociális viselkedésnek neveznénk. Ilyet csak nem csinál az ember, ez mégiscsak gonosz, büntetendő, előre megfontolt aljas szándékból. Mi emberek talán a vallásunk által is hozzászoktunk, hogy mindig, mindjárt etikus, erkölcsi mértékkel jó és rossz kategóriákat osszunk ki. Mi lenne, ha a jót és gonoszt félretennénk, és helyette az ilyen skizofrén kisagyvezérelt konstellációjú aszociális viselkedést használnánk? Mint már láttuk, a páciens éppen biológiai dilemmában volt egy aktív góc által érintett saját agyféltekéje, és a szintén aktív góc által érintett másik kisagyi oldal között, tehát gyermek és partner között. Az etikus, erkölcsi világképünk felbillenhet ebben az állapotban. Az állatoknál a szociális, biológiai viselkedésmódot és zavarokat ösztönösnek nevezzük, még embertársainknál, és néha önmagunknál is az ilyen jelenségeket mindig etikus, erkölcsi mértékkel mérjük.
Tulajdonképpen egészen normális lenne, hogy a szociális viselkedés embernél és állatnál is az öt biológiai természettörvényünk szerint történne. És DHS általi dupla zavar esetén a skizofrén kisagyi konstelláció az úgymond aszociális viselkedésnek bizonyos biológiai magyarázata lenne. Ilyen egyszerű lenne ez, csak le kellene még tennünk különféle világnézeti szemmellenzőinket, és a környezetünket a biológiai megértés okos szemével kéne szemlélni. Még messze nem tudok mindent, mondja Hammer doktor, és még sok rejtvényt kell megoldanunk, de abból a kevésből, amit most tudunk, már is úgy tűnik, hogy elvi felismerések halmozódnak ki, melyek forradalmiak. A következő esettörténet a gyakran recidiváló skizofrén kisagyi konstelláció szülők veszekedése miatt kialakuló történet, ugye anya és apa, vagyis partner oldalon történt recidiváló skizofrén kisagyi konstelláció. A fiatal 30 éves nő még mindig a szüleivel lakik, akik minden 3-4 hétben veszekszenek, mint a veszett kutyák. A páciens remegve áll köztük, mint egy hulla, képtelen bármit is tenni, ahogy mondja. Pár nap múlva a szülők normál esetben megint kibékülnek a következő veszekedésig természetesen, de a páciensnek 3-4 napra van szüksége, míg kijön az érzelmi merevségből. 3-4 napig van tehát konfliktus aktív recidivája, egy anyalánya konfliktus a bal mellére, mert ő is jobbkezes, és egy partner, vagyis apa konfliktus jobb mellére vonatkoztatva. Ez évek óta így megy. Az érzelmi merevségből való felébredés a konfliktus megoldásának a jele. Ezzel egy időben megint beindul egy TBC, ami megint folyadékot termel a mell kavernáiban, és mindkét melle az elsajtosodás során szépen felpumpált. Tehát ennek a hölgynek szép domború mellei lesznek a megoldási fázisban. A szülők következő veszekedéseig a mellei megint lazábbak, aztán a fiatal nő kifejezetten nem veszekszik egyik szülővel sem, forrón és bensőségesen szereti a szüleit. Pont ezért jelent számára a szülők veszekedése minden alkalommal kettős konfliktust. Nos, ennek a páciensnek sürgősen amputálni akarták mindkét mellét, de most már tudja, hogy mikor és miért duzzadtak meg a mellei, és hogy semmi oka pánikra. Mert a DHS maga mindig a vita veszekedés volt, amit megtapasztalt anyai-apai részről. A konfliktus aktív szakasz az ugye tartott 3-4 napig, ameddig benne volt ebben az érzelmi merevségből, amint ezt Hammer doktor leírja. A megoldás követő fázisban beindul a TBC általi lebontás, ami ugye folyadék, exudatív fázisban folyadéktermeléssel jár, és mindkét melle természetesen szépen felpumpált. De ne feledjük el ennek kapcsán azt sem, hogy amikor valaki ezeket a programokat oda-vissza újra meg újra lejátsza, ez azt jelenti, hogy ugye egyre több kaverna képződik a mellébe, ami szép felpumpált mell lesz addig, amíg exudatív fázisban van, de utána folyadék elmegy, és ezek a mellek, hát hogy is mondjam, egyre csak lazábbak lesznek. Most már meg tudjuk érteni azt, hogy nagyanyáinknak a melle mitől, hát mondjam azt, hogy ment össze. Vagy mi a probléma akkor, ha egy hölgy azt veszi észre, hogy a mellei már nem úgy állnak, mint ahogy eddig álltak? Mert le kellene zárni ezeket a túlélő programokat egyszer s mindenkorra. Igen, egy hölgy egy élet során 150-200 melldaganatot elindít és meg is állít, és ezt nagyszüleink nagyon jól megoldották. Később a vasárnapi misén megbékéltek önmagukkal, megbékeltek a másik emberrel, tehát ők se tudtak egy életen át haragudni, vagy annyira intenzíven. Ez az, ami a melleknek a feszességét befolyásolja, és az, hogy
hogyan és miként alakul a történet. Mert nem mindegy, hogy meddig ülünk a konfliktusban. Most itt látjuk a krónikusan recidiváló kis agy skizofrén konstellációnak a CT képét, a megoldást követő fázisban látjuk a CT képet, és jobb oldalt pedig szervi szinten. A baloldali képen a nyilak pontosan rámutatnak a hámeri gócokra, jobb oldali CT képen a lógó állapotukban látjuk a mellett mindkét mell tuberkulotikusan, folyadékosan elsajtosodó részeit pirossal jelölve, Hammer doktor könyvéből, ezek adják a feszes kinézetet mindig, amikor gyógyulási szakaszban van, az alsó képen pedig a tuberkulotikus folyadékos mellkavernák ismerhetők fel, vonalkázás nélkül is. Hát ugye, ha a szülők nem veszekednének ezután, a páciens néhány hónap múlva mindkét oldalon lógó mellel nézne ki a kavernák kiürítésének és összeesésének a következtében. Tehát én úgy gondolom, hogy ez az esettörténet is rámutat arra, hogy a két oldalt megjelenő, párhuzamosan zajló, el nem oldott félelmek, azok mindig viselkedésváltozást fognak beindítani nálunk, de jó lenne, ha nem halmoznánk a konfliktusokat, hanem rádöbbennénk arra, hogy ezeket a konfliktusokat le kellene zárnunk azért, hogy a biológiánk tökéletesen és jól tudjon működni, hogy ki tudjon minket szolgálni 120-140 éven keresztül. Vagyis mindig a fel nem oldott lelki-érzelmi konfliktusok feltárásával kéne foglalkozunk, ez jelenti a valós okoknak a feltárását és megoldását, és rá fogunk jönni arra, hogy a germán gyógytudomány tényleg tudomány, hiszen reprodukálható. Ez a tudományosságnak az alapvető ismérve, tessenek utána nézni, és összehasonlítható, sőt előre jelezhető is. Nos, ez nem mondható el a mai medicináról, rengeteg olyan cikk jelent meg, amelyek nem reprodukálhatóak, ezek ugye utólag kiderültek, mert azért vannak ott tisztességes emberek, akik utána néznek a nagy bejelentéseknek. Nem statisztikát és nem állatkísérleteket kell végezni, kérem szépen, hanem meg kéne ismerni az öt természettörvényt, egy icipici embriológiát, hogy lássuk az összefüggéseket, és le kéne zárni békével a napjainkat. Ennyire egyszerű lenne a történet, de ha ezt nem tesszük meg, csupán keressük a konfliktusokat egy életen át, akkor szenvedhetünk tovább tudományosan. Én nagyon megköszönöm mindenkinek a figyelmét, és kérem, hogy a fórumban először, ha van a témával kapcsolatos kérdéseket, írják be, innentől lehet a kérdéseket beírni, és amikor elfogytak a témához kötődő kérdések, akkor egyebekre is válaszolunk.